rendszer politikai tekintetben, amikor stabilizálta a helyzetét, elég gyorsan autoriter vonásokat ölt. Az első, már Putyin regnálása alatt megtartott parlamenti választásra 2003. decemberében került sor. Ez egy olyan parlamenti választás, amikor is a modern Oroszország történetében a Kreml, tehát a végrehajtó hatalom központja nyugodtan hátradőlhetett volna, és teljesen méltányos és igazságos feltételek mellett figyelhette volna a parlamenti választások előkészületeit és lebonyolítását. Ennek ellenére, és ez jellemző az orosz politikára az elmúlt tizenvalahány évére, hát valami keveset szeretnek a véletlenre bízni, és így a politikai közösségre is a lehető legkevesebbet, úgyhogy nem méltányos feltételek mellett történik a választás. Ha valaki a sajtót figyeli, akkor leginkább ugye 2014-ben, tehát amikor a föderális országos szintű propagandatörvényt fogadták el, akkor szembesült ezzel a dologgal, de a folyamat az már sokkal hamarabb 2006-ban elindult, amikor is hát tartományi szinten elkezdődött az ilyen típusú magatartásoknak az adminisztratív eszközökkel való visszaszorítása. Ugye nem büntetőjogi szabályozásról van alapvetően szó, hanem közigazgatási bírságot szabnak ki arra, aki a homoszexualitás bizonyos tartományokban csak a homoszexualitás, máshol a biszexualitás, transzneműség, tehát különböző verziói léteznek ennek, propagálásába kezd. Hogy mi minősül propagálásnak, ez persze nagyon nagy kérdés, és hát az egyik legnagyobb problémája az pont ez, és ez a joggyakorlatból is látszik, hogy nagyon tág körben értelmezhető ez a propagálás, tehát vannak olyan esetek, ahol mondjuk önmagában az, hogy valaki a párjával kézenfogva az utcán sétál, ezt is bizonyos emberek már propagálásnak vették, míg mondjuk olyan hát viszonylag egyszerűbben tényleg ide tartozó dolog, mint mondjuk amikor egy újságban egy pozitív színezetű cikk megjelenik, ugye ez is a melegség vagy homoszexualitás propagandájaként híresül el. Ugye 2006 és 2013 között 10 tartományban fogadnak el ilyen szabályozást. Mi történik akkor, hogyha Pride-ot szervezzenek Oroszországban? Hát, ha jól tudom, 2013-ban volt Moszkvában Pride, de utána viszont 100 évre betiltották az ilyen típusú felvonulásokat. De rendszeresen vannak ilyen kisebb-nagyobb LMBT tüntetések, ami leggyakrabban erőszakba fulladnak, mert a rendőrség nem hajlandó megfelelő erőkkel megvédeni ezeket. Na most 2011 sok tekintetben a mai politikai rendszer természete megítélése miatt rendkívül fontos és fordulatot jelentő. 2011. szeptember 24-én jelentik be, hogy Medvegyev, aki ugye ennek a tandemokratikus rendszernek volt a váltótársa, a Medvegyevvel szemben Putyin lesz az, aki visszatér a 2012-es márciusi választásokon, és őszintén szólva ennek a bejelentésnek a nyersessége és cinizmusa a születőben lévő nagyvárosi középosztály számára valóságos arcú csapásként hatott. Itt ne felejtjük el, hogy a 2000-es években fölnő egy olyan nemzedék, a 20-as, 30-as éveikben lévő nemzedék a nagyvárosokban, akik nyelveket beszélnek, akik a globális jelenben élnek, ellentétben mondjuk az orosz társadalom 4/5-ével, amely ezen a globális jelenen kívül ki tudja milyen térbeli és időbeli koordináták között él, és az információit, illetve az apanázsát is jelentős részben az állammal vagy az állam közvetítette kapja. Ennek a decemberi választásnak az lesz a következménye, hogy nagyon világosan és bizonyítottan a leadott szavazatok mintegy 16-17%-át, ez 14 millió szavazat térítenek el, és kapja meg az egységes Oroszország párt. Ugye a végrehajtó hatalom nagyon sok mindent tud kontrollálni a választás során, a választás kampány feltételeiben, a szavazatok összesítésében, de hát vannak dolgok, bizonyos matematikai modellek, ami fölött a kontrollja még egyelőre korlátozott, bár dolgoznak rajta, hogy már azok felett is legyen, de a Gauss-görbétől kezdve van néhány modell, aminek segítségével elég pontosan lehet kontrollálni, hogy hol van turpisság a végeredmény kialakításában. Amit Zoltán, hogy egy katalógusnak vesszük azt, amit mondott, választójoggal való működés, politikai szabadságjog csorbítása, illetve a civil szervezetek működésének korlátozása, valós az, hogy Magyarországon ez a divatos szóval putinizációnak mondott folyamat megindul, látjátok ezt ti, érzékelhető ez, a norvég civil alap által támogatott szervezetek elleni szentkeresztes háború, ez már ebbe tartozik-e? Hogy érzitek ki ezt? Az látszik, hogy minden olyan pénz, ami befolyik a civil szervezeteknek,
vagy akár tüntetésszervezőknek, ami felett nincsen az államnak kontrollja, az érintett valamilyen fajta retorzióval. Tehát ilyen szempontból nagyon hasonló. Olyan szempontból is nagyon hasonló, hogy 2012-es törvény elfogadás után Oroszországban, amikor még önkéntes lett volna ez a regisztráció, akkor 2013-ban egy nagyon szigorú auditálás, nyomozás kezdődött rengeteg NGO-nál. Ezért ez is eléggé hasonló a magyar tapasztalatokhoz, most elég a KEHI vizsgálatra utalni, vagy arra, hogy jelenleg is 12 NGO-val szemben folyik NAV ellenőrzés, vannak olyan civil szervezetek, akiknél ügyészségi vizsgálat van, nem igazán világos, hogy milyen szempontok alapján. De ami viszont nagy különbség, amiről eddig is volt szó, ez az erőszak és annak büntetlensége. Tehát azért azt látjuk, hogy Oroszországban körülbelül 120 újságíró tűnt el, amióta Putyin van hatalmon. Ez az esetek jelentős többségében nem derült ki, hogy mi történt velük, hogy például az egyik leghíresebb NGO-nak, a Memoriálnak az egyik vezető újságíró és emberi jogi aktivistáját, Esztemirovát elrabolták 2009-ben, két nappal később megtalálták főbelőve, illetve a Márkosáni sebekkel soha nem derült ki, hogy mi történt. Én azt gondolom, hogy egy dolog az érzet, az, amit mindannyian sejtünk, gondolunk és félünk tőle. Ők azt mondják, hogy rettegünk, szerintem jó, hogy azt mondjuk, hogy félünk, és más dolog az, hogy ez milyen konkrét jogszabályváltozások formájában csapódik le. Most fel tudok sorolni 6-ot a választási eljárással kapcsolatban. A győztes kompenzáció, a választókerületek átrajzolása, a fővárosi kerületek, tehát a fővárosi választási szabályoknak a megváltoztatása, a politikai plakátokkal kapcsolatos kampányok a megváltoztatása, akkor a médiában a választási kampány folytatásának az alaptörvényi szabályok, ami alkotmánybírósági döntéssel ment szembe. Most lehet, hogy még kihagytam valamit, de hogy van számtalan ilyen, és mellett a gyakorlat, tehát mit tudom én, hogy mondjuk a Simicska által birtokolt plakátfelületeken ellenzéki plakát nem lehet, mint egyébként Miskolctól Budapestig összes tömegközlekedés eszközön Fidesz plakát van. Két évente tart a Strasbourg bíróság egy nyílt napot, ahol a bíróság előtt rendszeresen pereket vagy stratégiai pereket vívő civil szervezetek képviselőjével találkozik, ami most volt, ha jól emlékszem, novemberben ott voltam, és hát elég sok orosz szervezetnek a képviselője volt jelen, ami úgy néz ki, hogy direktben egy pódiumon, mint ahogy most mi itt ülünk, ott strasbourgi bírák, illetve a bíróságon dolgozó egyéb személyek ülnek, és direktben lehet feltenni nekik kérdéseket nyilvánosan. És elég sok kérdést kaptak ezzel kapcsolatban, hogy mi a fenét lehet csinálni Oroszországgal, és ugye nem csak ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban, tehát a fogyatékos szervezetek problémáitól kezdve a háborús övezetben elkövetett nemzetközi emberi jogi jogsértések megtorlatlan maradásáig elég sok mindent felvetettek, és hát mondták a bírák, hogy tényleg, amit az Zoltán mondott, hogy hát két havonta erről beszélünk, nem tudom mit csinálni velük, ennyi eszköz van a kezünkben, amennyi eszköz van, a bíróság nem egy szupranacionális szerv ebben az értelemben, kötelezni az általa kiszabott kötelezettségeket végrehajtani saját eszközökkel nem tudja. Tehát, hogyha az a kérdés, hogy a strasbourgi bíróság meg fogja váltani a világot, akkor hát, bocsánat, Magyarországot se tudja senki, akkor Oroszországot egyébként egy kicsit nagyobb falat. De, hogy mit lehet szerintetek tenni annak érdekében, hogy Magyarországon a közönség, a választópolgárok közössége jelenleginél is kevésbé legyen vevő erre a típusú fordulatra. Hogyha hazabeszélhetek egy kicsit, akkor nyilván a mi agendánkat is könnyebb előre mozdítani, hogyha ezekről beszélünk, mert hogy arról is lehet ejteni szót, hogy a civil szervezetek nagy részt a politikai döntéshozókat célozták azzal, hogy megpróbálják előre mozdítani azokat a kérdéseket, amikkel foglalkoznak. Most ez egy kicsit megváltozott, mert nem nagyon van értelme álláspontokat gyártani, meg a kormány mindenféle észérvekkel meggyőzni, viszont lehetséges beszélni az állampolgárokhoz. Úgyhogy ez most egy ilyen lehetőség, amivel lehet élni, és akkor ezzel közvetve egyébként abba az irányba is hatni, hogy megmutatni azt, hogy mi értelme van a civil szervezeteknek, ami pedig a putyinizálódás ellen hathat.
vagy azért Orbán Viktornak egy kicsit nehezebb történet, mert ő volt az, aki azt mondta, hogy menjen, hogy ő volt az, aki elvileg a politikai identitását mindmáig arra építi, hogy az oroszok menjen ruszkik haza. És nem tudom, éppen ma néztem meg egy egész elképesztő, hogy a terrorházában lesz egy 4 éves az előző kormány értékelője, az előző kormányzati ciklus értékelése a jobb oldaliak által, ami szerintem fantasztikus helyszín, ahol beszédes. Igen, ez az a kommunikátor, aki ezt kitalálta, hogy nincsen, de hogy ott is az van a fotón, hogy Orbán Viktor a Nagy Imre temetésen és a mostani kép. Tehát, hogy még mint hogyha fenn lenne ez a fajta, nem tudom én, egy koherens politikai út, hogy Orbán Viktor az, aki elűzte az oroszokat, és akkor most pedig még mindig itt van onnan gyakorlatilag ez a csúcsra ért. Tehát szerintem mondjuk Orbánnak nagyon nehéz azért fenntartani tartósan ezt az orosz barátságot.